A három megyebeli csapat közül a Vitka Ese vezeti a csoport tabelláját, a Kölcsei a negyedik, a Máté Szalka pedig az ötödik helyen várja a rangadót. A vesztett pontokat tekintve a nyíregyháziak állnak a legjobban. Az MMTK a bajnokság felénél még az élen állt, azonban első számú kapusa időleges elvesztése miatt több meccsen is szoros vereséget szenvedett a bajnoki címvédő, így hátrébb csúszott a táblázaton. Első három fordulóban olyan csapatoktól veszítettünk pontot, illetve pontokat, amelyek be voltak tervezve ebben a szezonban. Így sajnálatos módon elmondhatom azt, hogy az Ózd ellen oda-vissza kikaptunk egy-egy góllal, és ezen felül még egy gólos vereségünk volt például Hajdúböszörményben is, ahol viszont már volt a kapusunk, viszont a csapat valahogy nem tudta átlépni saját árnyékát, és éppen ezért végig fejfejmenetlenül haladva, sőt, mi több az első fél időben szinte végig vezetve, mégiscsak egy gólos vereség. Ezek fájó vereségek, hiszen a végelszámolásnál ezek a riválisoktól elszedett pontok, vagy a riválisoktól szemben elvesztett pontok, ezek a végelszámolásnál azért súlyosak lehetnek. A legutóbbi fordulóban a Máté Szalka 42-24-re nyert Miskolcon, a Kölcsei pedig hazai pályán 38-31-re kikapott a Debrecen U21-es csapatától. Az előjeleink nem a legkedvezőbbek, azt hittem, hogy a korábbinál, a tavainál több sérültünk már nem lehet, sajnos bebizonyosodott, hogy igen, többen nem fognak majd játszani, legnagyobb vérveszteségünk Papandik, aki szerintem az MB2 legjobb védője, ő továbbra is hiányozni fog, Csikós Boginak a keze sérült meg a héten, remek kapusunk úgy néz ki, hogy szintén nem tud játszani, mint ahogy Kós Martina sem valószínű, és hát nagyon sokan sérüléssel bajlódnak, Márkus Güzinek most vették le a gipszet a kezéről, ő már fog játszani, Katona Bea is visszatér, Varga Díja is visszatér hosszú kihagyás után, úgyhogy aki csak épp kézláb és valamilyen szinten mozgósítható rendelkezésünkre áll, játszunk egy nagyon jó, izgalmas, kemény rangadót, nagyon tiszteljük a Máté Szalkát, nagyon jó csapat, két volt remek játékosommal is megspékelve, úgyhogy mindenképpen szeretnénk bizonyítani, hogy nem véletlen az, hogy továbbra is az MB2 tabellán a vesztett pontok tekintetében az első helyen állunk. Remélem, hogy tudjuk valamilyen szinten pótolni a sérülteket és a visszatérő játékosok edzés kihagyását. A Máté Szalkai MTK Kölcsei Díjese mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A Vitka Ese ebben a fordulóban szabadnapos lesz.